A faluban generációkról generációkra öröklődik ez a hivatás. Az Egyesület küldetésének tekinti a gyerekek bevonását a tűzoltóság életébe. 1937-ben alakult az Egyesületünk. Igaz, hogy nagyon kicsi falu vagyunk a régióban, de hát tulajdonképpen minden harmadik, negyedik családból van tűzoltó az Egyesületben, van, aki csak támogató tagja az Egyesületnek, van, aki aktívan részt vesz a közösségi munkában, és van, aki aktívan részt vesz a tűzoltási és műszaki mentési munkákban is. Tulajdonképpen annak idején, amikor én ide kerültem ebbe a faluba, ez a szlogen, hogy minden család adjon egy tűzoltót, ez még jelen pillanatban is működik. A csapat felkészítője, Füzesi Müller Györgyi beszélt az előzményekről, elmondása szerint most éred be igazán a gyümölcse a sok éves munkájuknak. Az országosra úgy kezdtünk el készülni, mert nem csak a mi csapatunk van ebbe az egészbe benne, hanem még ezen kívül a Cikádor Főnix Egyesület, Bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület csapatából 3 diák, és így vagyunk meg 10 fővel. Ez az egész úgy indult, hogy az egyesületüknek az elnöke Gábor, Storc Gábor és én úgy gondoltuk, hogy össze kéne hozni a két csapatot. Rengeteg gyakorlás előzi meg a versenyeket, ahol mindig fókuszba kerül a csapatmunka, a szervezettség és a fegyelmezettség. Itt mögöttünk látható akadálypálya, amin végig kell menniük, és ezen kívül még egy staféta, amit teljesíteniük kell. Ott is többféle akadályt kell leküzdeni, és a végén egy szereléssel zárul. Vajda Zoltán versenyző beszélt a befektetett munkájukról, izgatottságukról. Reméli, hogy Olaszországban a lehető legjobban fog majd sikerülni a bemutatójuk. Elsősorban a csapatnál szoktunk csinálni ugye, CTF gyakorlatokat, ami elsősorban az én feladatom, például a tömlő kihordás, csatolás, majd visszatekerés, majd sátron keresztül való átbújás, majd a legvégén kötés. De mindenkinek van egy saját feladata, amit nagyon remélek, hogy mindenki 100%-osan tudja megcsinálni. Az olimpiára való felkészület nagy lámpalázzal, főleg én, nagy lámpalázosan állok neki. Az Egyesület nagy erőbedobással készül a júliusi útra, ami a fiataloknak egy jó tapasztalat és különleges élmény lesz.